Egy felnőtt embernek átlagosan 5 liter vére van, ebből körülbelül fél liter tartalék, amely szükség esetén mobilizálható. Egyetlen véradással, azaz 450 milliliterrel 3 betegen is lehet segíteni. A mi célunk az az, hogy az egészségügyi ellátás zavartalan legyen abból a szempontból, hogy megfelelő mennyiségű vér áll rendelkezésre ahhoz, hogy a gyógyulni vágyók vagy olyan műtéteket, ami vérigényes, azt el tudják végezni a kórházban. Tehát egyetlen gyógyulni vágyó betegnek se kelljen arra várnia, hogy lesz-e olyan hozzátartozó barát ismerős, aki egy irányított véradás keretében tud csak gondoskodni arról, hogy ő a megfelelő ellátását el tudja kapni. Tehát ez nem csak ma fontos, vagy tegnap volt fontos, hanem ez a jövőben is fontos lesz számunkra, és azon dolgozunk, hogy ezt a kiszámítható egyenletességet tudjuk biztosítani. A véradás mellett a társadalmi felelősségvállalás és az új véradók megszólítása is kiemelt cél. Az egyetemi véradással elsősorban a hallgatókat szeretnék mobilizálni, de az oktatók és a dolgozók is segítik az egészségügy munkáját. Nyíregyházi Egyetem nagyon fontosnak tartja, hogy a hallgatóink saját életükbe, saját gyakorlatukba szembesüljenek a társadalmi felelősségvállalással. Meg kell, hogy értse minden földlakó, hogy kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe, és amikor lehetőségünk van segíteni, akkor segítsünk, hiszen ezt a viszonosságot kritikus helyzetekben csak akkor várhatjuk el. A nők évente 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért. Fontos kritérium, hogy a két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie. A véradást minden esetben orvosi vizsgálat előzi meg, ahol az orvos eldönti, hogy adhat-e vért a jelentkező. Az, aki elmúlt 18 éves, nincsen olyan ismert betegsége, ami kizárja a véradásból, vagy nem szed olyan gyógyszert, ami kizárja a véradásból, és a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, az mehet vért adni. Kiemelt cél, hogy minél több fiatal felismerje a véradás fontosságát és váljon véradóvá. Ezért az egyetem azon hallgatói, akik a felsőoktatási véradóhetek keretében adtak vért, értékes ajándékokat és fesztiválbelépőt is nyerhetnek.